Éppen Kenmore utcáján jövök-megyek. Ez egy csodálatos, gyönyörű kisváros, óriási hegyekkel. Itt talán mögöttem látjátok, 1300 méteren vagyunk, itt van a szálloda, és ugye nincs ruhánk, elmentünk vásárolni. Hát a kicsiknek még akkor nem találtunk, és elmentünk, meghívtak minket egy partira, ahol bárány sütünk, éppen majd lesznek képek. És egy tóparton van, kis kanál is partján, és Viola becsúszott a vízbe. Úgyhogy az egy cipőnk is, ami van, az most elveszett, és tiszta víz a gatyája is, úgyhogy elszaladtam egy boltba, és vettem most neki egy gatyát, egy flip-flopot, és ragasztót, mert ragasztani akart. Találtam egy ilyen kanadai dollárboltot, ahol minden ilyen olcsó, ott vettem a ragasztót, meg a flip-flopot, mert amúgy 50 dollárért lett volna mondjuk. Hát, gondoltam, és ha nem jó éppen, most szaladok vissza hozzá, de állítólag a British Airways kifizet mindent. Vettünk Vivinek egy gatyát, nekem egy gatyát, egy pólót, és éjszaka hozzák elvileg a csomagot. Úgyhogy azért jól el vagyunk, mert ami volt nálunk, azért abból megoldottuk, ki is tudtunk mosni. Hála Isten, hogy van szárítógép, azért ez nagyon jó, hogy itt, tudom, hogy otthon ez nem annyira divat, hogy van szárítógép. Nyilván anyagi kérdés is, hanem hogy itt megszokott, hogy mindenhol van mosógép és szárítógép. No, úgyhogy ez most megtörtént, itt vagyunk. Ez a kocsink, ez a bordó. Ez bérelte Laci. Jó, és nézzétek. Azért annyi mindent mutogatnék el, mint össze-vissza, nagyon sokfélét. Ennyi idő a földön nincs, hogy én ezt mindent felvegyem. De ezt az élményt gondoltam megosztom veletek. Hozom neki most már a ruhát. És a kerti partiba érkezünk, és finom bárányt teszünk. Szia, virág! Hello! Na, pá! Na, hol vagyunk, mit csinálunk, szívem? Bárányt teszünk? Bárányt. Nézzétek csak! A Vivi evez Kanadában, Kenmore-ban, egy kerti partiba, ahol ott van mindenki. Laci egyik kollégája megkapott minket, ugye? Isteni volt a bárány. És anya most élvezi. Telepek! Irány dél-dél-kelet! Hajrá, Vivi! Jöttek a bőröndök. Most hajnal 6 óra van itt nálunk, 5-kor fölkeltünk, és gyorsan le is szaladtam, hogy felhozzam. A lányok még ébredeznek. Hello! Szia, virág! Még mindenki mesézik egy picit, pár percet. Apa meg alszik, mert ugye neki nincsen jetlagje. Én meg dolgozok egy kicsit. Most töltöm fel a filmet, úgyhogy nagyon örülök, izgatott vagyok, és utána jöhetnek a bőröndök. Na, sziasztok! Hello, hello! Tükörből is jól látszik, hogy kipróbáljuk a futógépet, amit én gyors gyaloglásra használok. Régen sokat dolgoztam ezzel, most is jól esik. Mindjárt elmondom miért. Szóval, nem tudom, mennyire lehet hallani. Remélem, hogy igen. Szóval, hát egy pár percet, 10 percet jövök, megyek most. A lányokkal először jöttünk be felfedezni a fitness tervet, ami nekik jelenleg egy játszótér. Most még nagyon korán van, nincs jó idő, de azt mondják, hogy 26-30 fok is lesz a héten, úgyhogy a medencéket tudjuk használni.
Na, nekem ez isteni ez a sport. Megmondom, miért hiányzik. A költözés előtt ugye nagyon aktívan nyomtam heti háromszor, és utána abszolút leállt, mert nem tudtam összeegyeztetni. És hát nyilván az étkezésre sem tudtam úgy figyelni, úgyhogy azért egy pár centi visszajött. És mindenképpen ősztől, amikor már berendezkedtünk, amikor már megvan, hogy mit, hogyan, merre, meddig, akkor fogom folytatni. Ugye én online tornázok, gyerünkanyukám.hu-ra, imádom, mert anyukaként bármikor elérhető, és utána felmegyek, zuhanyzok, hajat mosok, elkészülök, és találkozunk magyar barátokkal, akik pont itt vannak Kanadában. Úgyhogy szenzációs napunk lesz, és hiányzott. Tehát ez a fajta mozgás, az a energialeadás, a stressz levezetése, ami maga a tornában is van, vannak a boxos részek, imádom. Ez most csak egy gyors gyaloglás, kicsit hegynek fel. Régen-régen, 11 évvel ezelőtt komoly programot építettem erre, az esküvő előtt, és hát azon túl, hogy ezzel lehet fogyni is, nagyon jó karban tart. Hú, élvezem. Nagyon korán van még, ugye 5 óra óta fönn vagyunk, az a jetlag miatt, még csak 8:30, nem is tudom pontosan. Hát el fognak fáradni, lesz egy kis ebédidő, csendes pihenő, és itt leszünk a szállodában. Te most ugráló köte leszél. Én szépen megmutatom. Oké. Szóval a virág ugráló kötelezik. A lányok csocsóznak, ők már nyomtak egy pár kört ezeken a gépeken, tehát nyilván nem nekik van kitalálva. Próbáltam őket segíteni, ide csak együtt jövünk le. Legegyszerűbb azért a gyalogló gép, de ugye ott meg vigyázni kell, hogy nem szabad abba hagyni. No, úgyhogy hajrá, már egy kicsit izzadok is. Ez jót fog tenni. Lányok. Jó. Reggel 8 óra már indulunk. Balatoni járra. Nem a Balatoni járra, hanem sétálni. Megnézzük, milyen idő van. Utána? Fürdeni. Így van. Jó idő lesz és fürdünk. Oké. Okay. Csipet csapat indul reggel sétálni. Mert hogy hajnal 3 órakor anya fölkelt, amikor sírta. Virág, utána 4-kor, aztán azóta fönt van. Ez meg fog kerülni a vlogba, szívem. Nem baj, apa ilyen jókedvű, tehát én egy kicsit fáradt vagyok. A többiek mind aludtak fél hétig. Ha, Kamin? Szóval itt vagyunk a halba. És itt mindig meg szoktunk állni az inni. Jó, akkor itt így a tok, szíveim. Hi. Ki van téve egy kis inni. Azért megmutatom, hogy milyen szép itt. Hány óra van? 8 óra van, pontosan. Szóval a reggel. A reggel a kertbe. Nézzétek ezt a szép virágot? Hát nincs olyan meleg, most én kabátot vettem fel. De itt jövök a medencéhez. Ú, ez is de jól néz ki, ezt nézzétek. Ilyen kis reggel kiülős. Itt van egy ilyen rész, ami a barbecuehoz van. Ki vannak téve a gépek, és akkor megveszed te a saját husikát, saját zöldséget, és itt megsütheted. Jól néz ki? És ez a reggeli séta, ez annyira, annyira feldob. Igyekszem majd többször megtenni. Szóval itt a medence, most még az üvegen keresztül. Itt most nincs nyitva, majd 9-kor nyit. És ott vagyunk fönt, tehát ott fönt egy apartmanban. És hát ma is jó idő lesz, azt mondják. Úgyhogy fogunk jönni a medencéhez, majd jönnek a képek.
most pedig minden kislánnyal és apával együtt. És megmutatjuk, hogy hogyan fürdünk. Azt is megmutatjuk. Oké? Oké. Na, let's go. Kijöttünk a szállodából, és mit látunk? Mik azok, Honey Bunny? Itt sétálgatnak. A fekete. Eddig hármat biztos. Ott. Ott szalad egy. Pici, most egy kicsit félt. Nézd, ott mosakszik. Jaj, de cuki. Látod, Viola? Megpróbálom egy kicsit közelebbről. Akkor így csak így nagyítsen. Aha, itt van. Itt van. Jaj, de cuki. Szóval ezek a pici nyuszikák, ezek itt tanyáznak. És egy ilyen szép utcán fogunk most végig sétálni, azért megmutatom nektek így az utcaképet. Óriási nagy autók, háttérben a hegyek, az már a Sziklás hegység. Tetszenek nekem ezek a fa és kő hatású házak. Azért mondom hatásúnak, mert hát fából épülnek, de aztán ami dekoráció kívül rajtuk van, az nem feltétlenül minden igazi kő, de sok kő is van. Ezek itt most mind hotelek. Ez itt a miénk, ez a mi apartman hotelünk, és ez egy kis üdülő falu, nevezzük így, a hegyekben. Úgyhogy ide nagyon sokan érkeznek, főleg hétvégére, ugye ma már hétfő van, és most már elment a többség, de majd érkeznek hétvégére a turisták. Úgyhogy nagyon kis kellemes, kicsit svájci feeling, de a házak teljesen más stílusúak. De hát nyilván a hegyek miatt, a jó levegő miatt 1300 méteren vagyunk. Így, hogy most sétálok, elmesélem nektek, hogy eddig mi történt, és azért is szeretném így, mert aztán megyek és a családdal együtt leszek, tehát nem minden pillanatban készítek videót, ezt ne így képzeljétek, hanem pont, hogy inkább elmesélem, mert mindig állandóan a telefonnal mindent rögzíteni, hát nyilván ez nem egy valóságsó, sőt, viszont azokat az élményeket, amik érnek minket a kanadai költözés miatt, próbálom összefoglalni. Tehát óriási élmény volt már maga a parti, azt már ugye láttátok, egy kanadai kollega. Viszont tegnap magyarok érkeztek hozzánk, rokonok, akik Ausztráliában élnek, és pont itt vannak Kanadában, mert a fiúk itt lakik, az unokánál vannak, és eljöttek hozzánk. Úgyhogy kicsi a világ, és tényleg nincsenek határok, és nagyon boldog voltam, és együtt töltöttünk egy napot. Gyere, cicám! Ó, akkor te majd jössz az én hátamra, jó? Na szóval, kezdődik tehát a családi séta, és a tegnapi családi nap is fantasztikus volt, egy pár fotó készült erről. Fürödtünk, sétáltunk, együtt ettünk, most pedig jöhet a hátamra, Viola. Itt nézzétek, itt építik a házakat. Ilyen gyönyörű szépek, majd mindjárt közelebb is megyünk. De hogy milyen érdekes, ugye, hogy fából építik. És ott a három nővér. A három hegycsúcs, állok idébb, ami egymás mellett van. És a virág a leg... Mondjátok csak, mi a Three Sisters, lányok? Mi a Three Sisters? Három nővér. Én, Viola meg a virág. Wow! Szuper! Itt most, ahol megyünk, ez egy új negyed a városban, és itt épülnek ezek az új házak. És hát ugye ez azért otthon, nem egy olyan általános, ott látjátok, tehát fából épülnek, erre jön rá a borítás, és óriási jó hőszigetelő, mert azért itt, ahol vagyunk, Kenmore, 1300 méter, itt 6-8 hónap a tél, és mínusz 20-30 fokok, úgyhogy itt azért kell a hőszigetelés, úgy érzem. Egy kicsit tiszta a patak vize, azt nézzétek. Szóval szenzációs, és itt mellette, itt vannak a házak, biztos nem haragszanak meg, ha így pár képet készítek. Szenzációsan jól néz ki, kis terasszal, friss levegő. Na, hova hoztalak? És egy ilyen kis sétányon, de ez egy ilyen újabb részhez látszik. Ez a járda, tehát így itt a járda. És itt sétálunk. Jól néznek ki. Nekem tetszenek.
Szóval azért egy ilyen helyen lakni, ez is szenzációs, nézzétek, és ez a kis patak itt megy körbe-körbe, körülötte a fák. Mesélték a helyiek, hogy úgy képzeljük el Vancouvert majd, ugye ez majd már a végállomásunk egy pár hét múlva, hogy 12 hónapig minden zöld. Tehát annyi eső esik, óceáni éghajlat, jaj, de gyönyörű. Aha, itt lehet futni. Szuper, itt figyelni kell, mert öntözés van, és locsolhatnak minket. Szóval úgy kell elképzelni, hogy 12 hónapból 12 zöld. Azért az mekkora jó. Éppen átszaladnak a vizen. Futás, futás, futás! Megy az öntöző. Egy kicsit olyan lettünk, nem baj. Ez egy akadálypálya. Ugye? És ezek a gyönyörű nagy fenyők. Na mit? Megmostuk a botokat és szépen. Na ezt nézzétek. Látod, Viola? A zöld az milyen zöld, és a hegyek milyen csodásak. És itt vannak ezek a házak, amiről beszéltem. Szenzációs. Ott egy rönkház. Gyönyörű. Éppen egy vonat ment el. Mi hol van, szívem? Víz? Az itt van előttünk a folyóba. De oda most nem ugrunk bele. Beértünk a belvárosba, ugye, Vivikém? Miért van itt ez a szobor? Elmondod? Nagyon jól néz ki. Mi ez? Ez a nagy fej. A nagy fej, a big head. És miért? Mert egy skót bácsi elnevezte ezt a várost Kenmore-nak, és az azt jelenti, a big head. Szuper, nagy fej. És akkor itt van. Tényleg jól néz ki. Szóval itt van a Big Head, és mit vagyunk Big Headben? Apa segíts! Nekem az egyedül megy, csak valaki tisztában. Virág a fülébe és az orrába teszi a kavicsot. Szuper! Nem tudok felvenni. Ez egy olyan hotel, amit a filmeken lehet látni, hogy így az oldala, hát nem nagyon látszik talán a fénytől, de az oldala ugye egy ilyen verandaszerű, és akkor sorba-sorba az ajtók be vannak számozva. Itt is van egy ilyen kis rész. Ez abszolút már a belváros a Kenmore-nak, és ott pedig ott van a régi sheriff iroda. Nem tudom, mennyire látszik. Na majd ezt a másik oldalról megpróbálom felvenni nektek. Szóval egy picike kis templom. Nyugalom, ma ünnepnap van. Itt vagy valamilyen munkaszüneti nap, úgyhogy ezért apa sem dolgozik. Ilyenek a rendszámtáblák. Ugye Alberta államba vagyunk, vagy kantonba, vagy tartományba. Ott van egy school bus a háttérben, a sárga buszok. Ilyennel fognak menni majd a gyerekek is, hogyha ha megtudjuk, hogy melyik iskolába. És ugye a medve tappancs, itt látni fogjátok mindjárt. Ez a jelképe a vidéknek, ugye a medvék itt gyakoriak. Aha, ott van fenn. Ez egyébként egy pub. Hát még reggel nincsen akkora nagy élet. De annyira jól néz ki minden. Nagyon szép színes. Gyönyörűen virágzik minden. Ugye? Nagyon jól néz ki. Na nézzétek csak, a szemetesek ilyenek, mert... Hogy a medvét ne tudják. Így van, medve biztosak. Mutatjuk. Bele kell nyomni, itt nem tudok belenézni, de meg kell nyomni, és úgy lehet fölnyitni. Így nem lehet. Így ám. Jaj, de cuki! Hey!
jéggel, látod? Jéggel volt. Egész véletlenül egy helyi reggelibe csöppentünk. Palacsinta eperrel. A helyi folk fesztivál. Milyen, Vivi? Hát ez hihetetlen. Kemmorban egy ilyen folklór reggeli. Sütik a palacsintát, meg is néztük, gyorsan felvehetjük. Can I make a video? Yeah. Okay. Wow, from Hungary, Europe. Yeah, I knew. I just said these guys are from another planet. Yeah. We're about a foot taller than everybody else. Yeah, really tall. Szóval a tipikus amerikai palacsinta. Így sütik. És eperrel, juharszirupppal. Szenzációs. Ilyet a filmeken lehet látni különben. Én úgy érzem. És itt a kis család. Every highway, let me slip away, slip away on you. Let me slip away on you. Every highway, I've got to see you, my old flame. Every highway, you see better days, the morning after blues, from my head down to my shoes. Slip away on you.